Május 9-én is nagy szeretettel köszöntöm a Hívízi Televízió kedves nézőit. Csütörtökönként, mint már megszokhatták, térségi adásunkkal jelentkezünk. Kérem, ma is tartsanak velünk! A csillagok fürkészése és fotózása sokakat megbabonázott már. Így a balatongyöröki Seffer Miklóst is, aki saját udvarából készít képeket távoli objektumokról. Az asztrofotózás nem csak hobbi vagy művészet, hanem valamilyen mértékben tudomány is. Fejünk felett az eget megénekelték költők, dalnokok, álmokat szült, filmeket, hiedelmeket generált, van, aki a jövőt, van, aki a múltat kutatja benne. A csillagok bűvölete hatalmas erő, ami nagyon sok embert magával ragadt már az idők során. Tudományokat szült, tudósokat nemzett. Méretei szinte felfoghatatlanok, alkotó elemei a holdak, bolygók, csillagok és galaxisok elképzelhetetlen mennyiségben fordulnak elő benne. És az univerzum nem csak tér, hanem idő is. Rengeteg idő. Baromi izgalmas az, hogy ugye azt látjuk, ami a nap volt 8 perccel korábban. Mindig ugye a múltját látjuk, csak 8 percnek kell eltelnie, amíg ugye ide ér a fénye, és az a legközelebbi csillagunk egyébként. A naphoz a legközelebbi csillag ugye a Proxima Centauri. Ott már a számok mások, az 4,2 fényév távolságra van. Azaz azt látjuk, amilyen volt 4,2 évvel ezelőtt, és ugye ez egy kis számnak tartjuk, de nem kis szám, mert ha belegondolunk abba, hogy az ember által gyártott leggyorsabb objektum, ugye az egyik Voyager űrszonda, ennek a sebessége ilyen eszméletlen különben ilyen 18 km per másodperc. Ezzel a sebességgel 72 ezer év környékén betelne eljutni a legközelebbi csillagunkhoz egyébként, vagy a csillaghoz, ami a Proxima Centauri. Minél távolabb tekintünk a térben, annál korábbi formáját látjuk annak. Az iszonyatos távolságban levő szomszédos galaxisok fénye már több millió éve úton van, mire ideér hozzánk. Ha egy a Földről jól megfigyelhető galaxisról beszélek, most az például az M51 Whirlpool galaxis, az az Örvény galaxis, ő már 31 millió fényév távolságra van. Azaz most, ha a távcsővel megnézzük, azt látjuk, amilyen volt 31 millió évvel korábban. Az emberiséget mindig is izgatta, hogy vajon egyedül van-e a világban. Az univerzumban a legszerényebb becslések szerint is, számokban szinte ki sem fejezhető, rendkívüli mennyiségű életre alkalmas bolygó lehet. Így az szinte biztos, hogy létezik az emberen kívül élet a világegyetemben. A probléma csupán a kapcsolatfelvétel. Küldeni egy élet egy idegen galaxisba, mondjuk az 31 millió fényév távolságra van, azt tudnunk kéne, hogy ő hol lesz annyi idő múlva, mert ugye ezek nem statikusan állnak, iszonyú sebességgel ugye mozognak egymás körül. Szóval tudjuk, hogy ő ott lesz, oda küldjük ugye az információt, de utána ő is hova küldi vissza azt? Ugye megint kérdések, kell küldenünk azt, hogy mi honnét küldtük és hova kerülünk akkor, de lehet, hogy az üzenetünk végig fog söpörni az egész galaxis, úgyhogy éppen ott nincs semmi élet, vagy most alakul ki, vagy csak mikrobák vannak, vagy ki fog alakulni az üzenetünk után több milliárd év múlva. Szóval itt az idő is és a távolság óriási szakadék. A csillagászat sajátossága, hogy bármelyik irányba is indulunk el, hamar az ember számára felfoghatatlan, átléphetetlen határokba ütközünk, ami a saját tudatlanságunkat tükrözi vissza. De akkor mégis mi motiválja arra az embert, hogy megpróbálja megérteni a megérthetetlent? Az embert hát csak érdekli, hogy honnét jött, hol van a helye az egész univerzumban. Engem nagyon érdekel, hova tartunk, vannak-e más civilizációk. Hát ez egy elég érdekes téma, hogy az ember belekezdjen. A csillagok fotózása egy picit közelebb hozza hozzánk az elérhetetlent. Az elkészített képek pedig azon túl, hogy esztétikai élményt nyújtanak, segítenek rádöbbenni, hogy milyen aprók is vagyunk a mindenséghez képest. A fotózás az egy látvány, ugye az átlagembernek lát egy képet, lát egy galaxist, egy csillagot, óriási új formákat lát, új színeket lát. A tudomány nem itt kezdődik. A tudomány az ennél jóval szárazabb. Az élet mindenki számára elérhető ingyenes mozia, ami téren és időn keresztül kalauzol minket, minden este várja az érdeklődőket, hogy meglebbentse a fátyol szélét, ami az örök igazságot takarja. Csak fel kell nézni az égre. Rovataink közül jelentkezünk mesélő tárgyakkal a Hívízi Múzeumból, programajánlóval, talentumpódiummal és cinemával.
Végezetül pedig a Muzika Antiqua tavaszi koncertjének második részét is láthatják. Én már a búcsúzom, kollégáimmal együtt kívánunk további tartalmas televíziózást, minden jót, viszontlátásra! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Belvárosi Múzeumból. Itt egy irodalomtörténeti kiállításban állunk, ami kicsit helytörténet, kicsit irodalomtörténet, és itt található egy installáció, amiben bőröndöket mutatunk be. Ezek a bőröndök, nem gondolnánk, de forradalmi újításnak számítottak, hiszen gondoljunk csak bele, mindannyian láttunk már olyan filmeket, amikor az utazók nehéz faládákban szállították az úti holmiukat, és hát ehhez bizony különösen egy hölgynek, külön személyzetre, hordárokra volt szüksége. Nos, az 1900-as évek elején egy forradalmi újítás volt, ez az úgynevezett vulkánfiber, vagy hát keményített papír, amiből favázas kis egyszerű bőröndöket készítettek. Itt kinyitva látható egy ilyen bőrönd, ez egy tényleg vulkánfiber, hiszen préselt papír, aminek a sarkain is ilyen kis préselt papír erősítéseket láthatunk. És hogyha kinyitjuk, akkor itt látható a szélén egy ilyen kis fakeret, és az egészet belülről letapétázták egy ilyen kis egyszerű geometrikus mintájú tapétával, amit egyébként nagyon gyakran a korábbi fa bőröndöknél is alkalmaztak. Nos, ez egy forradalmi újítás volt, hiszen így sokkal könnyebbé vált az utazás, a helyváltoztatás, tehát a modern közlekedési eszközök megjelenésével párhuzamosan az úti holmi szállítása is egyre sokkal könnyebbé vált. Itt több bőröndöt láthatunk. Itt az előttem látható kis táska nagyon hasonlít egyébként egy orvosi táskára. Ez is egy utazóbőrönd, amit ezzel a kis ötletes zárral lehetett bezárni. Ezt itt lefordították, és a két fele ettől nem tudott kinyílni. És hát egy fém szerelék tartja ezt az egészet, és fémből készült a füle, aminek eredetileg volt egy szintén bőrborítása. Aztán itt alatta látható egy egészen szép és különleges holmi, mert hogy ez a bőrönd bizony bőrből készült, ez egy kicsit ugye nehezebb, mint ez az említett vulkánfiber, de azért még mindig sokkal könnyebb, mint a faládák. És hát ez egy nagyon-nagyon szép, talán ha restaurálva volna, akkor egy igazán patinás, gyönyörű darab lehetne akár a mai napig is. Ennek egy szép textil, selyem textil borítása van a belsejének, és egy nagyon aranyos kis darab, mind a mai napig. És akkor nézzünk egy másik bőröndöt, ami szintén papírból készült, azonban ezt nem nevezhetjük vulkánfibernek, mivel ezen ez a préseléses kialakítás ez nincsen. Viszont egy igazi érdekesség, hogy úgynevezett bőrön címkéket láthatunk rajta. Ez nagyon divatos volt, és mai napig is láthatunk olyan hátizsákos turistákat például, akiknek a hátizsákján manapság inkább textilből hímzett kis feliratok díszítik a hátizsák felületét, és azokról a helyekről származnak, ahol ezek a turisták megfordultak. No hát ennek ez volt az előzménye, az előképe, amikor valaki elutazott valahova, úgy látható például egy akteleki matrica, vagy Bratislava, de itt a közepén hévizékeskedik, tehát ennek a bőröndnek a gazdája külföldi és belföldi üdülőhelyeken is megfordult, és így Hévízen is. Úgyhogy ez egy nagyon aranyos és divatos szokás volt, és hát nyilván minél több címke volt egy bőröndön, annál izgalmasabb volt,
és a gazdája büszkén viselhette, hiszen akkor ő egy világlátott polgárnak számított, hogyha nagyon sok volt a bőröngyén a bőröncímke. Ezt valami rejtélyes okból egyébként erre a bőröndre fejtetőn ragasztották föl a címkéket. Talán a tulajdonosa utazás közben nézegette őket, és az ő nézőpontjából így jónak tűnik, de hát ezt egyébként normális esetben pont fordítva kellene, hogy rajta legyenek. Hát ennyit szerettem volna a mai alkalommal elmondani önöknek, és kérem, látogassák meg a Belvárosi Múzeumot, mert egy nagyon izgalmas, kifejezetten helytörténeti vonatkozású kiállítással várjuk önöket. Köszönöm, hogy meghallgattak. Május 10-én, pénteken 18 órai kezdett el Száj kicsi dallam édesanyámhoz címmel anyáknapi hangversenyt rendeznek a Hévízi Protestáns templomban. Közreműködnek az I. és Gyula általános iskola alsó és felső tagozatos kórusai. A belépés díjtalan. Május 11-én szombaton 10 és 18 óra között ismét egészségnapot rendeznek a Hotel Európa Fit szállodában. Egészségügyi szűrések, szakorvosi konzultációk, különféle kiállítók és izgalmas előadások várják az érdeklődőket. Az esemény vendége lesz Erős Antónia, televíziós műsorvezető és egészségnagykövet. Jegyek már kaphatóak. A Hévízi Sportkör labdarúgó szakosztály bajnoki sorozatának 23. fordulóját május 12-én vasárnap 17 órai kezdettel rendezik meg Murakeresztúron, ahol a helyi csapattal mérik össze erejüket. A kézilabda szakosztály női csapata pedig május 11-én 10 órai kezdettel lép pályán a Nagykanizsán az zalaegerszegi Páter Domb csapata ellen. Május 11-én szombaton retro búcsú és gyermeknap vár minden érdeklődőt a Felsőpáhoki sportpályán. Fellép a Residence Dance csoport, a White Horse Dance Studio, a Rebek Art produkció és Pál Dénes énekes. A gyerekeket ingyenes ringlis és dodgen várja 16 órától. A meleg ételekről és a hűtött italokról a Hévízi HB söröző gondoskodik. Május 12-én vasárnap kenyérsütő workshopot rendeznek a Hotel Európa Fit szállodában. A résztvevők elsajátíthatják a kovászos búzakenyér sütésének fortéjait, ezen kívül megismerkedhetnek különféle lisztekkel és szakszerű kenyérformázási technológiákkal. További részletek a szálloda honlapján. Az elmúlt évekhez hasonlóan a nagy sikerre való tekintettel idén is holdfényfürdőt rendeznek a Hévízi tavon május 17-én pénteken este 19 és 23 óra között. A parton és a vízben zajló összejövetelen a jó hangulatról Lotfi Begi gondoskodik. Jegyek elővételben április 29-től kaphatóak. A Majestic Sounds hangverseny sorozat megálmodója és művészeti vezetője Teleki Miklós, Artisus díjas orgona és zongora művész 2024-ben is 60-70 perces változatos orgona és kamarazenei hangversenyt ad szerdánként 20 órai kezdettel a Hévízi Szentlélek templomban. A Bobofán Park több mint egy klimatizált játszóház, a környék legmenőbb találkozóhelye. Egy fedett élménypark, ahol az időjárás nem szab határt a kalandoknak. Kihívásaival kizökkenti a tiniket az online világból, a felnőttekből pedig előhozza gyermeki énjüket. Bátorságpróba, szórakozás és randi helyszín. 2 órás jegy. Vége a napnak? Most kezdődik csak igazán. A Bobofán Parkban szerdától péntekig 17 órától kedvezményes belépőjegyek válthatóak. Nincs ennél menőbb és izgalmasabb program hétköznap délutánra. Minden szerdán 20% kedvezmény a belépőjegy árából.
törj ki a szürke hétköznapokból, és vegyél aktív élményekkel újabb lendületet. Élvezd, ahogy az aréna színes játékkavalkádja új energiával tölt fel. Időjárás független kalandok minden korosztálynak. Szabó Lőrinc, Pocsolyák. Esett, megint kisütött, szanaszét tócsák ragyogtak, mint mély szakadék nyílt elém egy-egy tükrös pocsolya. A fekete föld egy-egy ablaka, s az ég belék oly mélyre esett, hogy szédítette a rémült szemet. S egy pillanatra elhitette, hogy lent valahol egy másik ég ragyog. Igen. Egy másik, az, amelyik a talpunk alatt szikrázik. Számol, vagy hogy is hívják azt a szigetet, mely valahol épp alattunk lehet. Annak az eget átongott felém. Vagy majdnem az, olyan iszonyú fény, oly gyönyörű, gyémántkék áradás rohant meg lentről, olyan ragyogás csapott elő, és olyan hirtelen, hogy azt hittem, mindjárt beleesem. És csak kápráztam, és szédültem, és oly jó volt a gyönyörű tévedés, hogy sokáig eljátszottam vele. És szerettem volna mutogatni. De aztán mégis nem szóltam senkinek. Kinevettek volna az emberek. Míg most, versben elhiszik a csodát, a valóságot, hogy a pocsolyák tükrös fényükkel a tavaszi napban kiukasztották a földet alattam. A kaszkadőr. Colt egy jobb napokat látott, mára már kiüregedett kaszkadőr, aki már csak a múlt szép emlékeiből él. Viszont a sorstól kap egy új esélyt, amikor hosszú idő után újra felkérik egy készülő filmes projekthez. A forgatáson újra találkozik régi vetélytársával, Tommal. Amikor a férfi rejtélyes körülmények között eltűnik, Colt számára is a feje tetejére áll a világ. A 80-as évek népszerű sorozatának filmadaptációja. Főszerepben Ryan Gosling és Emily Blunt. Bajt. A számból vetted ki! Maradj életben! Akármi van! Kiverjük belőle a szart is! Nem! Jobb ötletem van. Akarsz vezetni? Oké, te állat! Őrült ez a dublőr! Aztán bekerítjük. És kiverjük belőle a szart is. Francba! Ez az utcsó. És utána nekünk futcsó. A kaszkadőr. Kell egy nagy finálé. Ebből hány felvétel van? Ötször vettük. Milyen nagy. Igen. Hamarosan a mozikban. A majmok bolygója, a birodalom. Több generációval azután, hogy Cezár győzelemre vezette fajtársait, a majmok békében és harmóniában élnek a bolygón, az emberek pedig legyőzött vadakként kénytelenek bujkálni. Viszont amikor az egyik klán vezetője rábukkan egy rég elfelejtett titkos emberi technológiára, melynek segítségével megpróbál hatalomra törni, a majmok számára idilli világ szépen lassan elkezd összeomlani. Idén
A legenda szerint a majmok és az emberek egymás mellett éltek. Bármilyen hihetetlen is. Miért vadásznak rá? Mert okosabb, mint a többiek. A vének nem mondtak el nekünk mindent erről a világról. Térdelj a királyod előtt! A majmok vadásznak az emberekre. És ez nem helyes. Nem lehet őket feltartóztatni. Együtt meg fogtok halni. Nem. Együtt erősek vagyunk. A majmok bolygója a Birodalom. Májustól a mozikban. Kálmán nap. Kálmán és Olga vendégül látja Leventét és Zitát. A két 40-es páros névnapot ünnepel, de a kezdeti jó hangulatot a fokozatos alkoholfogyasztás lassan komolyabb vizekre tereli. Felszínre kerülnek az elfojtott párkapcsolati problémák, és az addig ki nem mondott dolgok is szavakká formálódnak. Kinél így, kinél úgy. Hajdu Szabolcs kapcsolat trilógiájának második része, amely a gyermeknevelés körüli problémákkal foglalkozó Ernelláik Farkaséknál című film egyfajta folytatása. Olyan, mintha ő a folyó egyik partján lenne, meg a másikon. Igenis, azt kell, hogy rám figyeljenek, hogy engem akarjanak. Ilyen az élet sajnos. Ennyi szenvedés, és ennyi nem szenvedés. Nem is tudom, hogy mikor kaptam utoljára virágot. Most kaptál a születésnapodra egy van nagy orhideát. Akkor ez van. Ez van. Még egy kör? Na igen. Mi a baj? Hova siette? Nem szeretsz. Jobban vagy? És akkor szerintem most mit csináljak? Miről beszélgessünk? Mi esne jól? Semmi. Még egyszer boldog névnapot. Boldog egészségetekre. Bónusz trip. Marshall és Demetrius nem sokban hasonlítanak egymásra. Egyikük komoly pozícióra számít nyomozóként az FBI-nál, a másik inkább rappel influencerként képzeli el a jövőjét. Feletteseik mégis együtt küldik őket el Magyarországra, hogy göngyölítsenek fel egy elsőre egyszerűnek látszó bűnügyet. Segítségül kapnak egy lengyel származású magyar tolmácsot, és kezdetét veszi egy olyan káosz, amilyet még nem látott Közép-Európa. Ónódi Eszter és Árpa Attila főszereplésével. És hagyom, hogy elkapjanak. Helybéli személy tisztes otthon nélkül? Már még nem is zuhanyoztam. Ja, ideig érződik az átélésed. Mit műveltél a haverommal, seggfej? Állj! Menj oda mellé! Megölted egy jó barátomat. 4 évig dolgozott nekem. Mesélj még, mi volt a csillagjegye? Egy hajléktalan összeesküvés az Isten háta mögött, ahhoz nektek semmi közöttök. Mit csinálsz ezen? Kinyírsz minket? Egyetek gulyást és strandoljatok. Itt nem lehet, uralma, az országnak nincs tengerpartja. Akkor mászhatok hegyet. Húzd már meg a ravaszt! És ha beteg szülei vannak, akikre vigyáznia kellene? Segítség, segítség! Hozd valaki ennek az olasznak egy pizzát! Lőj! Csak bátran, kérlek, ne habozz! Menj csak meg Maját! Látni akarja a farkamat! Mikor társalogtatok a nemi szerveitekről Majával? Minek hencegsz folyton azzal, amit nincs is? Csak kompenzálsz. Kicsi lehet a cerkád. Na, varázs cerkám van. Még most is naponta nő egy kicsit.